Hírstúdiónk vendége dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, kormánybiztos, akivel aktuál politika kérdésekről fogunk beszélgetni. Témáink között szerepel a mezőgazdaság, a helyi termékek értékesítése is. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm, miniszter urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves televízió nézőket. A Karcag Kincse Gasztro és Élménypark része a Sámán Dob. Hol tart jelen pillanatban a beruházás? A beruházás első üteme elkészült, ezt követően lett kidolgozva a folytatás, a felépítményi részeknek a kivitelezése. Itt az elmúlt időszakban az kivitelezési árak már nagyon elmentek. Így új közbeszerzést kell majd kiírni, és hát most már látszik, hogy tetemes bekerülési költség van, ez erre majd állami plusz keretigénylés szükséges, ezek a munkálatok folyamatban vannak, és meg fog épülni a Sámán Dob, én remélem, hogy minél hamarabb. A koronavírus járvány hogyan befolyásolta a mezőgazdaság helyzetét, és miért fontos az, hogy az emberek magyar élelmiszert vásároljanak, és amennyiben lehetőség van rá, a helyi gazdaságokat segítsék? A koronavírus járvány ezt megmutatta azt, hogy igazán azok az országok képesek helytállni, amelyek saját élelmiszertermeléssel rendelkeznek, és képesek az önellátásra. A magyar mezőgazdaság az elmúlt években, ez egyébként benne van a monográfiában és a könyvben is, mintegy másfélszeresére növelte a kibocsátását, tehát minden lényeges élelmiszerből exportálunk, illetve önellátásra képesek vagyunk. Ezt nyilván befolyásolja az adott év, az adott időjárás is most. A idei év azért nem a legjobban indul, de a gazdák a járvány viszonyok között is helyt álltak. A belső ellátás pedig rendben volt, akkor is, hogyha egészen nagy készleteket halmozott fel a lakosság, különösen a járványnak az első időszakában, és megmutatkozta is, hogy az alapvető élelmiszerekből, azokból teljes mértékben el tudjuk látni a belső piacokat, sőt az export is lehetséges. Nagyon fontos, hogy a gazdaság ne álljon le, tehát a kivitel az továbbra is folyamatos legyen, hiszen az export bevételekre szüksége van az országnak, ez jövedelmet is jelent, plusz készleteink vannak, hiszen a nemzetközi turizmus az visszaszorult, így azok a turisták, akik nem jönnek hozzánk, nyilvánvaló, hogy nem vásárolnak itt, nem is fogyasztanak, ugyanakkor a magyar emberek itthon maradtak, és ők sok élelmiszert megvesznek, amit mondjuk egy nyaralás alatt korábban külföldön fogyasztottak volna el. Tehát korai még kiértékelni a helyzetet, de az látszik, hogy a magyar mezőgazdaság az ütésálló, a belföldi ellátás az biztosított, és a kellő választék is rendelkezésre áll. És én pozitívnak tartom azt, hogy sokan kerestek helyi megoldásokat, és én ezt javaslom továbbra is, hogy gyakran a szomszéd utcában van mondjuk egy élelmiszer feldolgozó, egy lekvárkészítő, egy mini húsüzem, egy olajkészítőüzem, olajütőüzem. Onnan meg lehet vásárolni azokat a dolgokat is, amiket esetleg interneten rendelnénk le, vagy nemzetközi láncoktól vásárolnánk. Ezek egészséges, jó minőségű, friss helyi termékek. És a piacokon ennek a teljes választékát láthatjuk is. Erre a karcagi piac is egy jó példa. Tehát a Covid, a különböző korlátozások, amelyeket az egészségünk érdekébe kellett meghozni, rávilágított arra, hogy el tudjuk látni magunkat itthonról is. Sok élelmiszert elkészítünk otthon, van aki kenyeret, sőt van, aki otthon kezdett főzni, hiszen az otthoni munka is teret hódított, mind-mind lehetőség egyébként a termelők és a feldolgozók számára is, hogy ezekhez a keresleti igényekhez igazodjanak. Tehát én úgy látom, hogy maga a magyar élelmiszer gazdaság, hála a gazdáknak, az összehangolt kormányzati intézkedéseknek az eredményesen vizsgázott a járvány időszak alatt, és így ez az év is egy viszonylag stabilnak tekinthető. Július végén került átadásra az 4-es szemfúton, hogy a gyors forgalmi út, ami Abonyt, Cegléret köti össze. Miért fontos ez a térség lakói számára? Hát Budapest lényegesen közelebb van. Én is most 2 óra 5 perc alatt értem Karcagra, pedig minden előírás betartva nyugodtan, szépen, tempósan haladtam. Folyik ez a nagy beruházás, Magyarország legnagyobb autópálya építkezése, és most látszik, hogy a szolnoki északi elkerülő is gőzerővel halad, az megint körülbelül egy fél órát fog jelenteni. Tehát tulajdonképpen fegyvernektől egy órossz alatt lehet majd felén, hiszen ott lesz a következő csatlakozási pont. Én szerintem körülbelül másfél év alatt készül majd el
ez a szakasz, és utána pedig igénybe tudjuk venni. Előkészítő munkától zajlanak a tervezés, engedélyezés vonatkozásában a további szakaszok, légy amely Karszagot is érinteni. És akkor tényleg néhány év múlva Budapestig tudunk menni az autópályán városunkba. Hamarosan véget ér a nyár. Milyen turisztikai szezont zárt a Tiszató és környéke, ahol számos beruházás, fejlesztés történt az elmúlt időszakban? Én személyesen is láttam, szerintem sokan tapasztaltuk azt, hogy rekordszámú turista volt a Tiszatónál, sikerült a térséget még inkább ismerté tenni, és ilyen balatoni tömeget idéző látogató ezrek voltak, például a tiszafüredi strandon is, a Bátszalókon is volt egy strandfelújítás, olyan élményelemek vannak, amelyekre már régóta vártunk, és hát én azt hiszem nagyon eredményes fejlesztéseket mutatnak, akár a füredi strandon ez a kiépített ilyen mólórendszer, a szolgáltatások is, a megújult a Bátszalók és strand büfésorra vonzották a kirándulókat. Sokan mondták is, hogy talán ez a kapacitás nem is elég ilyen látogató tömegnek, hát ennyi baj legyen, legfeljebb az ember egy kicsit tovább áll a sorban, de akkor is itt helybe is élményekkel tud gazdagodni. És a termál szezonra is ez érvényes, az eleje az tulajdonképpen hiányzott a járvány miatt, de utána sikerült sok mindent pótolni. A vendéglátósok is többnyire pozitív visszajelzéseket mondtak, és most egy újabb kampány várható az őszre vonatkozóan, hogy a hétvégeket, hogyha már a szabadságon túl is vagyunk, a hétvégeket töltsük idehaza, és éljünk ezekkel a lehetőségekkel, hiszen itt a térségben a termálfürdők azok nagyon jó állapotban vannak, és jó néhány olyan a környékbe található műemléki látnivaló van, a Kisnánai vár, a Tiszadobi Andrássy kastély, Egernek a belvárosa, amelyek kifejezetten megújultak az elmúlt években, Debrecen pedig hát régi célpontunk, ott is több látványos fejlesztés zajlott, érdemes ezeket végigjárni. Én bízom benne, hogy maradandó élményekkel lesz mindenki gazdagabb. Köszönöm az interjút. Köszönöm.